Sziasztok, srácok! Hello, hello! Üdv! Jó reggelt! Ó, szeretem a kis csoportos foglalkozásokat! Sziasztok, srácok! Hello, hello! Valaki meg tudja mondani, mennyi lett a tier 2-3 szab? Így van, ahogy Miki mondja. A tier 2 799 lett, a... hoppá, ez nem az. A tier 3 pedig 1999, azt hiszem. Sziasztok, srácok! Üdv, üdv mindenkinek! Hello, hello! Haj, hát a haj az hagy némi kívánni valót maga után, de már nem sárga. Szóval legalább nem sárga. Ma még egy átfestésen át fog esni. Kicsit lilás, amúgy. Ma még egy átfestésen át fog esni, és reméljük, hogy jó lesz, de addig így betakargatjuk. Sziasztok! Hello, hello! Lila hajlány! Micsoda! Te vagy már a lila hajrány, merhaba csok Güzel Gábor. Ó, Balatonpart, jó nyaralást, hellóka. Sziasztok, srácok, hogy telt a hétvége? Hogy ityegett a fityegő a hétvégén? Szia, Vektor, Dávid, Kivi, mindenki. Mindenki. Oh. Amúgy nem tudom, miért ez a pólóval rajtam, utálom. Szóval, ezt nem szeretem ezt a pólót. Megharakoztok, ha átveszem a pólómat? Csak egy gyors átöltözési. Egy... Így. Élőben vetkőzik a streamer. Élőben vetkőzik a streamer. Várjatok. Pedig jó illata van. Valaki feliratkozik? Anya, hozz a kamerát! Jasz? Csináld? Pont amikor nem vagyok itt? Ancsi Molnar just subscribed. Jó reggel! Hónap, nice! Nagyon szépen köszönöm, Ancsi, a 7. hónap feliratkozást! Szia, Ártasz! Hello, hello! Egy fél pillanat is megjelenek a képernyő. Fél pillanat is megjelenek a képernyő. Csak... ah, igen. Ah, igen, sokkal jobb. Így, a hajamhoz öltöztem. A hajamhoz öltöztem, de itt nem értem, hogy sikerült ennyire föl. Ah, ahogy kivasolom is jó lesz. Szia, fan! Hello, hello! Kedvenc színes hajú streamerünk? Ó, igen. Lennék a kedvenc színes hajú streamerünk, képzétek el. Befestettük ezzel a hajamat, és anyukám megszólal. Te figyelj már, legközelebb az egészet ilyenre festjük, jó? Anyu! úgyhogy, ja. Képzél, tegnap fodrászosat játszottunk otthon, mindenkinek megcsináltuk a haját, hogy mindenki ilyen pucba vágja magát, mert 15-én lesz a húgom gyerekének a keresztelője, szóval 15-én lesz a unokaöcsémnek a keresztelője, és hát ugye mindenkinek meg kell csinálni a haját, nem lehet csúnyán megjelenni, Szia, Anita! És, ja, ugye, csak azért. Ah, de régen zongoráztam, az étény, mindjárt előszedem. A tiéd meg hány iteráció? Iteráció. Mit jelent az iteráció? Nem tudom, mit jelent az iteráció, ne haragudjatok. Műveletlen balfasz vagyok. Nyugtass meg, hogy nem tizen kevés éves hugodról van szó. Nem a hugomról van szó. Mi van a hugommal? Az unokaöcsémnek lesz a keresztelője. Ismételt végrehajtás. Ó! Oh. Ja. Hát én ezt ma át fogom festeni amúgy. Hugodat mondani. Ja, nem, nővérem. Egyébként Huginak van hívva a messenger csevegünkben a nővérem, szóval teljesen jó, a Hugi is elmegy. Elneveztem Huginak a nővéremet, és így a messengeren csevegő, így messenger beceneve az, hogy Hugi. Azért, mert elnevezett Huginak, én meg, nekem te ne Hugi, én neked te Hugi. És akkor teljesen bitch please-ben az egészet. Hozom a zongorát, jó? Hozom a zongit. Csak nem olyan egyszerű itt elpakolni a dolgokat. A rock is now dead. Chillsnek a fejhallgatója. Igen. Chilluc fejhallgató. Igen, szemtelenül kicsi a nadrágom, most látom. Hogy ez szemtelenül rövid nadrág, ez az alvós nadrág, úgyhogy ne nézzétek. Tudjátok nagyon jól, hogy imádok az alvós naciaimba streamelni. Az még mindig ott van, persze. Hát, még hogyne lenne itt. Nem vagyok túl szociális alkat, és rég találkoztam Chillszel. Erre. Oké, semmi gond. Tegnap világszereltem az egyik barátommal. Na, és jól sikerült? Hány gigaram van a memória párnában? Ó, az összes. Én alvós nadrágomban streamelnék? Hát... Vannak alvós nadrágjaim, meg nem alvós nadrágjaim. Inkább előveszem a kábelt. Néztem, képzeljétek el, hogy milyen kurvékony voltam, te jó Isten! Elfogyottam ugye a... Hoppá! Kábel! Van kábel fogyott el, nem azzal van a gond. Ez az. Hanem elfogyott az USB port. És választanom kell, hogy mit húzok ki. Jó, oké. Akkor a Capture Card megy. Ennyi. Nagyon jól sikerült a szerelés. Na, én tutim megbasznám magam árammal. Jaj! Szuper. Sziaszti! Van USB hosszabbítóm, elosztó kell. És elosztóm is van, csak lusta vagyok beszerelni. Várjátok, ehhez terpeszteni kell. Szóval elosztóm is van, csak lusta vagyok beszerelni. Mindent szét kéne itt szedni hozzá. Meg kell venni az USB portboltban. Szóval nem hosszabbító kell, mert hosszabbítóm is van amúgy. Minden is van. Azt hiszed, valami nincs itt? Kérdezz. Mindent tudok neked mutatni. Úgy meglepődsz, mint a kurva élet. Hogy mi minden szarság van itt. Amúgy komolyan. Szerintem kevés olyan dolog van, ami nincs már. Egyre magasabbak ezek a Deathwatch és szerdlabdák. Világszerelés első szobája, az a vezetékkábel pont ugyanúgy néz ki, mint amiben áram van, mint amikben nincs, pontosan. Amúgy van fázisszerudám is, szóval... Erre nem gondoltatok mi? Nem gondoltatok volna, hogy van fázisszeruzán. Sziasztok! Először is megtörölgetjük. Lehet, hogy egy kicsit poros. Kinkao? Milyen főzület végül? Nem az atomdrága rizsfőzület, bár én mindig azt mondom, hogy kurvára adnám azt a rizsfőzőt, de nem az atomdrága rizsfőző, mert mi az a por? Hát, ja. Hol lehet a füzetem, amiben a kottyák vannak? Az problémás, srácok, anélkül. Anélkül problémásak vagyunk amúgy. Van neked bukófrekvenciás? Félhomály tizedelőd is? Olyan nincs is. Ezt tudja, hogy valami kanyutóc. Kekek ott a séróból. Hát az nem megy. A séróm az csak díszelegni jó. Megmondom őszintén. Szerintem itt kéne lennie. Itt a Sudoku könyvem. Jé. Ez is megvan. Hát... Sudoku! Na várjatok, még egy helyen megnézem. Mekkora ez a lakás, ugye? Mennyi minden helyre el lehet tudni dolgokat. Miközben meg amúgy tök pici, de ahány helyre el tudok pakolni, az valami katasztrófa. Megvan! Szia, Zaria! Hello, hello! Picit fáradtnak tűnök? Komolyan? Pedig szerintem egyáltalán nem. Ez a kipihen tartó. Amúgy nagyon fáradt vagyok. Lesz rá időm, akkor majd Nagy Moana az egészet újra fogom kötni, mert rosszul kötötték be a villanyt. Wow! Jó reggelt, Ryan! Blatyman, hát. Az biztos, hogy Blatyman. Naruto volt kiváltva, ugye? Miből gondolod, hogy kamu? Viccelek. Újra kell indítani. Mit meg nem talál az ember egy porréteg alatt? Ha mesélni tudna az a sok porréteg... Ó, akkor olyan mit mondana. Nagyon szuper. Nagyon szuper! Most már van hang. Ezt kihúzzuk. Ezt felvesszük. És ezt lejátszuk. Figyeljetek, eljutottam ideig is. Na. Tudok még játszani egyáltalán? Nem tudok. Na jó, kezdjük előre, jó? Kicsit botladozva. Ó, elcsúsztam. Na jó, kezdjük előre. Most sikerült végig! Jéj! Remélem megfelelt. Szia, Alfa! Dave Unbullying adatú felvegyen új számot a listára. Oh. Is that a thing? Amúgy tényleg lejátszhatónak kéne lennie az izének is. Szia, zsepiszok! Hello, hello! Jó volt? Nyé. Kéne tanulgatnom amúgy. Újra kéne tanulnom. Mit mondtok? A hétvége folyamán hogy ment a vízfogyasztás? Eddig teljesen jól tartottam magam a napi minimum 3 literhez. Na, ezt még 6 órán keresztül, és meg is lesz. Micsoda ez? Ma még nem is mutattad meg, hogy úristen peribig. Mert még nem váltottak is egy kezívást. De jó ötlet, egy picit is. Ott is van a Storm, köszi, hogy kicsaptad. Ok. Komolyan, Jani! Komolyan! De nem csak 9-ig iszok, mint a kulacs. Ez most komoly! Ez most komoly! Srácok, elég lesz. Húzd le az egészet. Oh, ennyi. Csák, 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 csák. Szia, Apix. És így csák, 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 csák. Szerencsétlen vízbe fog fulladni, hallod? A vérem helyén is víz lesz lassan. A vérem helyén is víz lesz lassan. 11:45-kor pisi szület. Ez ilyen iskolai beosztás? Nézzük. Ja, igen, ez a... Na, várjátok. Karantén. Habci! Nem habci! Miért nem habci? Bocsánat. Kitört. De ne, tényleg van zongorista skillje? Nem is tudtam. Nincsen zongorista skillem, de... gyakorolgattam egy picikét játszani. Szia, David, hello. Szia, Norbi, jó reggelt! Nézzük. Ez Magnóról? Akkor jobb lenne, az a baj. Szia, Iga! Ja. Nehéz. De ha lenne aktiválni a skill fejében mindenképpen. Hogyha lenne, akkor lenne. Biztos a második szabadságom vannak, vagy nincsenek a pincében. A modik? Szabadságom vannak a modik, mint mindig. Sikerült neked, ami nekem nem, és az micsoda? Norbi, köszi szépen, Norbi, 1985 just subscribed. Úristen, mindjárt egy év. Pog. Köszi szépen a 11 évet! 11 év! Hú, az ki! Azért az masszív. Főleg, hogy csak 4 éve streamelek. Nagyon szépen köszönöm a 11 hónapot, mert igen, mindjárt egy év. Köszi szépen. De ugye csak fizetés nélküli ráengedted. Még szép. Te ne! Amúgy... valamikor dolgoznak? Az a jó, hogy a moderátorokat csak fizetés nélküli munkára fogom be amúgy is. Megpróbálom újra, srácok. Most teljesen beleszavarodtam, valami másra figyeltem, bocs. Hopp. Elrontom. Valamit itt nagyon elrontok. Várjátok csak ettől a résztől. Ja. Ja, ott kell, nem is szét. Megvan, srácok! Uhú! Ah, megvan, hogy mit rontottam el. Yes. Na jó, akkor rendben van minden. Csak végig kéne eljátszani. Tömör gyönyör, te vagy már a tömör gyönyör, lol. Vagy csak tömör. Viccelek. Bocs. Jó. Srácok, azt nem mondtam, hogy a hét az úgy fog kinézni, hogy csütörtökön nem lesz stream. Az fix. És arra gondoltam, hogy beváltom a nektek tett ígéretemet ma délután. Ami az volt, megtanítalak titeket csajozni. Így fogjuk nyomni egész délután. Bitch, please. With a choice. Go! You got some fancy ass! Valami ilyesmi. Melyik ígéret? Most mondom azt az ígéretemet, amelyben megígértem, hogy megtanítalak titeket csajozni. Kérdés, mert érdekel. Mi az az ok, ami miatt nem akar valaki közelében maradni? Nem akartok valaki közelében maradni. Nem tudom, számomra szerintem van olyan, hogy valakinek a személyisége annyira visszataszító, és egyszerűen nem, van akinek a jelenléte annyira visszataszító, hogy nem bírok megmaradni a társaságában. Eddig ez összesen egy ember volt. És nem is ismertem azt az embert, képzeljétek el, nem beszélgettem vele soha, nem találkoztam vele előtte soha, hallottam már róla, de az mindegy, nem, semmi rosszat, meg ilyenek. És képzeljétek el, az az ember egyszer hozzáért a vállamhoz, amikor először találkozunk, és annyira kirázott a hideg, és ráordítottam, hogy úristen, menj innen a közelemből. És amúgy nem tett semmi rosszat, de egyszerűen annyira taszított az egész személye, az egész jelenléte annak az embernek, és ez a teljes mértékben megmagyarázhatatlan dolog. Gondolom, nem erre gondolsz ennyire extrém esetre, bár ez az egyetlen ilyen volt. Tanítasz csajozni, leszetted végre a Tinder szimulátort? Igen. Szuper szedjúszörözünk. Na, onnan tudod, hogy nem én voltam, mert velem nem kiabáltál. Ez egyébként anyukám, húgának az élettársa volt. Mai napig nem bírom elviselni ezt az embert, ki is derült róla, hogy ez egy az az ember. De amikor először találkoztunk, szegényre ráordítottam, és így senki nem tudta hova tenni. Még én sem tudtam hova tenni, de egyszerűen annyira taszított a jelenléte és a létezése, hogy nem tudtam vele mit kezdeni. És ez nagyon-nagyon extrém szerintem, furcsa. Meg tudok csajozni, akkor kipróbálhatom rajtad. Amit tanultam, kiderül, hogy mennyire működik. Rajtam nem működik semmi csajozási duma. Én ellenállok. I'm the resistance. Úgyhogy ja, szia Kutasi, hello, hello. De egyébként, hogyha valaki nem akar valaki mellett megmaradni. Sajnos az a baj, hogy másokra nem erőltetheted rá azokat a fajta érzéseket, és azt a fajta látásmódot, ahogy te látod te látsz másokat. A póköszönet jelezte veszik konkrétan amúgy. Konkrétan. Csak a fenyegetés amúgy. A nők részéről könnyebb pasizási módszereket tanítani, ez a fenyegesd meg, alázd meg, törd el a kezét, és ilyet. Szia, Darsz, hello, hello. Nem én választottam, ez dobta fel, nem is tudtam, mit jelent. Úgyhogy, ja, nem tudom, ez egy érdekes dolog, hogy mi az, amit taszít másokban. Egyébként a rossz indulat az nagyon-nagyon durván taszító tud lenni. Amikor valaki negatív és rossz indulatú, vagy csak egyik az önmagában, az már érződik az emberen. Így ránézed és látod, hogy ez egy kibaszott negatív szatyor ez az ember. Csajoknak kell bármit tanítani? Talajtorna és krumpli? Lol. Dávid, lol. Na mindegy, úgyhogy ja, dolgok. A rossz indulatnak konkrétan szaga van, messziről kiszúrható. Ezzel egyetértek. És az irítségnek is. Az irítségnek is, Redi, ugye? Amikor valaki... Kétfajta irítség van amúgy. Kétfajta irítség van. Ez... Az egyik, az a tipikus esete, ez a megdöglött a lovam, dögöljön meg a tied is. Hogy ha nekem nincs, akkor neked se legyen. És van az az irítség, amikor... és szerintem az a normális, és ez mindenkiben benne van. Egyébként mindenkiben van egy kis irítség. De ez a normális fajta, és ez egészséges szerintem, amikor nézed, hogy másnak van, de neked nincs, és nem azt akarod, hogy neki ne legyen, hanem csak azt akarod, hogy neked is legyen. Szóval ez az irítség normális. Nyilván mondjuk nem nem egy kapcsolatnál, hogy kinézed, hogy nekem is kell az a csávó, de őt is megtarthatja. Édes sármos. Nem erre a fajta irítségre gondoltam, hanem mondjuk a jó létet irigyli valaki. De egyébként az a szörnyű, hogy az irítség sok mindenre ráveszi az embereket is, és képes annyira átformálni valakiről a gondolataidat, és valakiről az egész képet rossz irányba, ami ott sincs, és az agyad elhiteti veled az irítség miatt, hogy ő egy szar ember, meg se érdemli azt, amilyen van, és ez nagyon-nagyon rossz fajta irítség. Irigyek rá sokan, nem hisz... Hát... Nem tudom. Biztos, hogy van pár irigyem most már. Most már nem mondhatom, hogy nem. Most már nem mondhatom, hogy fixen az, hogy nincsenek olyan emberek, akik irigyek lennének rám. Azt hiszem, az fasság lenne állítani, hogy azt mondom, hogy nem hiszem, hogy vannak irigyeim. Biztos, hogy vannak. Szerintem minden embert irigyel valaki, hiszen amíg nem jártál a cipőjébe, addig nem tudhatod, hogy mindenkinek megvannak a maga kis terhei. Mindenkinek vannak irigye. Igen, szerintem is. Hát volt, hogy elloptad mások nézőit. Megyünk lopni. Amúgy tudjátok, hogy lopok nézőket? És amint ezt elmesélem, meg fogjátok bánni, hogy titeket nem loptalak sehonnan. Oda megyek, ráírogatok egyesével. Szia! Hallottál már Cthulhuról? Orunkról? Démoni védelmezőnkről? Úgyhogy... Csak is Cthulhu. Démoni védelmezőnk? Engem ló... nehogy elmond nekik. Nehogy elmond nekik, Zoli. Úgyhogy ja, híres nézőlopás. Igazából amúgy annyira nem sok magyar... Jó, nem sok magyar ember nézi a Twitch-et, eléggé szubkultúrának számít itthon szerintem a streamelés, hogy nagyon sok átfedés van. Nagyon sok átfedés van egy csomó streamer nézői között, és ezért van az, hogy bárhol mentek, láttok ismerős nevet. És ez a, jé, te itt? Igen, te is itt? És akkor ugye... Ez miatt így kialakul az, amikor valakinek mondjuk jobban tetszik a kontentje, és akinél előtte ott voltál mondjuk aktívan, az már annyira nem mondjuk változott, vagy te változtál, és más érdekel egyszerűen, vagy csak meguntad azt a fajdát. És akkor elkezd irigykedni, hogy aha, szóval ide tűntél. Ez is megtörtént, események lapján. Szóval ezért nem iratkozol már fel rám. és ezt így a csetemre, érted? Tudom, hogy nem szeretik senki a szekunder szégyenérzet szót, de közelít a dolog hozzá. Ami úgy őszintén kifejezi, amit ilyenkor bárki érez. Szia, Purgatory Girl! Én akkor jöttem, mikor nem lettem HMS, ez tévhit, nem vagyok a hard mode tagja, csak egyet játszom a fiúkkal. És ezért szerintem sokan irigyek rám. Tudok konkrétan olyat, aki addig sem kedvelt, de azután kifejezetten utált. Úgyhogy ja. Én is tudok, te vagy az, Shreddy. Most mondjátok, engem is lopott, konkrétan lefizetett. Amúgy tényleg, szóval Árjászónak fizettem. Gyere, fizetek neked egy kört, ha jössz. Persze, amikor még beírtál más streamekre, gyertek át itt a... Na, ilyet nem csináltam. Ez az, amit nem csináltam. Nem, de hallottam a szájából. Komolyan? Érdekes. Shreddy, hogyha nem titok, akkor szívesen elfogadom egy PM üzenetben a nevet. Nem, tényleg sokan... Nyilván mai napig nem értem én sem, hogy miért én, de... De hogy mennyien megutáltak érte. Azért is jó embert választottak, mert pofa kell, hogy elviselt, hogy utálnak ennyien. Szia, Roli! Hello, hello! Erőtök! Pötöl! Na, mennyire nem nehéz. Szóval ahhoz tényleg pofa kell, hogy elviselt, hogy sokan utálnak. És hogyha valakinek erről szól az élete, hogy utálják utána, már nem számít. Az komoly! Az komoly! Köszön! Aki megutált, és az hülye, és nekem van egy mondásom erre, aki hülye szenvedjen. Hú, tényleg így el, please. Iszom, próbálkozom betartani. Az ivást képzeld el, Purgatory Girl hétvégén is betartottam, úgyhogy már egy húzamba 4 nap. 4 nap volt az, hogy sikerült 3-nál több litárt innom. És többnyire vizet. 90%-ban vizet, úgyhogy nagyon büszke vagyok magamra ilyen tekintetben. És tök száraz a szám folyamatosan, úgyhogy el fogok menni kivizsgálásra, mert ez nem normális. Hogy folyamatosan azt érzem, hogy ki vagyok száradva, amiközben ennyit iszom. Úgyhogy ez nem túl normális szerintem. Olyan száraz a szám, meg a szemem, hogy ez valami katasztrófa. Felvet egy kérdést. Van egy streamer, aki utálja Dannát? Nekem van egy tippem. Vannak fenn, de én nem akarok megnevezni senkit, hiszen amúgy nem kell kedvelni egymást, szóval ez egy kicsit éles példa lesz, de olyan, mint a középiskola. Csak itt könnyebb elkerülni azokat, akiket utálsz, tudod? Én azokat bírom, akik, hogyha utálnak valakit, ahhoz oda járnak is. És fröcsögnek. Az nagyon vicces. Ott a VR, ne szállj, azért nincs HM stream. Lol. Egyébként, ja, szóval... De hát a srácok is, amikor, nem tudom, hogy emlékeztek, amikor először játszottunk közösen, akkor is mondták, hogy igazából annyian utálják őket is, hogy, pici volt a lista, amiből választottak. Mennyi? Igen, tudom. Engem nem zavar például. Engem nem zavar, figyelj, nem a saját életem, nem az én életemet teszik tönkre azzal a fröcsögéssel, az az igazság. Egyébként Shreddy, róla tudtam, hogy, nem kedvel. De jó tudni így szó szerint. Ó, Istenem. Úgyhogy ja, nem számít, srácok. Aki nem kedvel, nem kedvel. Megalapíthatják a Donna utáló klubját. Szívesen. Engem is bevehetnek amúgy. Én vagyok a legnagyobb utálom. Meg a legnagyobb rajongóm is. Engem sem, sőt, engem motivál, hogy még jobb legyek. Egyébként tényleg, nagyon motiváló tud lenni, amikor azt akarják, hogy lássanak elbukni. Bukjál! És így, nope, bitch, please. Úgyhogy ez benne van, igen. Ez benne van. Az a lényeg... Lelopjatok mástól a nézőket. Mert megutálnak érte. Az enyémet is bevehetik. Ja, az enyémet is, a kis pöcsömet, de az ki van a konyhában most. Akkor vagy valaki, ha vannak hatereid. Amúgy haters makes us famous. Engem megnyugtat, ha bármilyen ilyen a fülembe jut, akkor valami biztos jól csinálok egyébként valóban. Szóval akit nem utál senki, a saját magát utálja. Nem? Akinek nincsenek ellensége, a saját maga ellensége, hiszen... nem tudsz anélkül kiteljesedni, és nem tudsz anélkül önmagad lenni, hogy az valakinek ne tetszen. Egyszerűen annyira mások vagyunk, és annyiféle személyiség van a világon, és annyiféle hozzáállás, hogy hogyha önmagad akarsz lenni, azért biztos, hogy utálni fog valaki. Kakkere, mi a helyzet? Mit kakkereskedik? Saját magad a legnagyobb ellenséged, ez true, ugye? Ez most közelített a szívemhez. Ne haragudjál, ez ilyen korán reggel bölcsességeket, de annak Koálót játszom. Azt hiszem, Celine Dion mondta, hogy mindenki parodizáltva valaki. Tehát csináltam valami jót, hogy ki lehet parodizálni. Amúgy tényleg, szóval ami után érdemes valamivel foglalkozni. És valaki veszi a fáradtságot rá, hogy egy kis időt szenteljen annak bármilyen feldolgozására, beszéljen róla, akármi, onnantól kezdve, az egy szinten jó dolog, amit csinált. Hiszen beszélnek róla. És általában az emberek, bármilyen mondjuk a zenészek is pont ezt akarják elérni, hogy beszéljenek róluk, nem? Beszélnek róluk, ismerjék meg őket. Hogyha most ez egy negatív példán keresztül jut el valakihez, hogy úristen, hallottál arról a hülye kurváról? Lehet, hogy az az ember, akinek előadták, hogy mekkora hülye kurva, ugye, do your own research módba kapcsol, és például tetszeni fog neki. És anélkül, hogy valaki utálkozott volna, megismeri a jó oldalát egy másik ember. A másik utálkozása által. Úgyhogy ez a haters makes us famous kategória. Negatív példáról, én magam vagyok a negatív példa, mindenki jó valamire? Azt mondták, haszontalan vagyok, de nem. Jó vagyok negatív példának. A Sonic film. Én azt nem láttam. Negatív és jó marketing. Ja. Van ilyen mondás, hogy a rossz marketing, vagy a negatív marketing is jó marketing. Ha ingyen van, akkor már jó, nem? Egyébként az ingyen marketing mindig a legjobb. Szóval lássátok, Starbucks. Kitalálták, hogy írjunk egy rohadt nevet a pohárra, amúgy csak egy filc, most nem tudom, egy 100 forintos filcet vettek, és ráírogatták a pohárra. És gondoljátok el a neveket. És gondoljátok, hogy 100 forintból marketinget csinálni, mennyire zseniális dolog. Hiszen, Ha az emberek utána ingyen reklámot kreálnak, már pedig az emberek szeretik, hogyha van közük valamihez. Úristen, ez elrajta van a nevem, ha mindjárt kiposztolom. Nézzétek, ezt a Starbucksban kaptam. Annyira menő. Szóval... ja. Hányszor lettél tana? Egyszer sem, mindig Ildikót irattam rá. Gondolod, amikor Amerikában Ildikót irattam Starbucks-os poharamra. Abesz 00. Abesz, köszönöm szépen a 3. hónap feliratkozást, köszi szépen a támogatást. Hellóka. Szia, Sidrex! Úgyhogy Ildikót irattam. Ugye én először, ez most kurvára felvágásnak fog tűnni, én először a Stanford Egyetemen voltam Starbucksban. Szóval a Stanfordon voltam először Starbucksban, és ott ráírattam velük, hogy Ildikó. Én bizony ráírattam velük, hogy Ildikó, így nézett rá, mi a fasz? Te most spanyolul beszélsz? Vagy nyelvőben beszélsz? Mindig elfejtem, hogy Danna nem, Danna kint van anyakönyve, szóval igen, a polgári nevem Ildikó. És egyébként a polgári nevem úgy derült ki, hogy PUBG közben káromkodtam, és húgom berontott a szobába. Ildikó, hogy beszélsz? Ez így 4 évvel ezelőtt lehetett, 9 éves kb. 8-9. Beront a szobába, Ildikó, hogy beszélsz? És így beordibál. Így derült ki az igazi nevem. Belegondolok, én mindig is ilyen ember voltam, hogy akit többen lehúztak pletyka szinten, annál jobban akartam megismerni. Ugye? Ugye? Mennyire benne van? Ennyi járt ez. 3-szor voltam Starbucksban, poén kedvéért mindig zönget irattam. Nem így mondják, de megpróbálkoztam vele. Szóval átérzem ezt az ildikóztatást. Ildikóztatás! Oké, tetszik. Valahol lehet róla, Clip Edge. Igen. Valószínűleg megvan még a klipról, mert annak kiklippelték. És én nem törölgettem klippeket. Egyszer kiderült volna, hogy nyilván Kristóf. Csak ugye nekem egy jó fél évig nem volt kint olyan, hogy donate, hogy PayPal, meg ilyenek, és így mindenfélének hivattam magam, amikor kérdezték, hogy mi az igazi, mondtam, nem hihető, amúgy 2 éve, nem, tavalytól lehet anyakönyvezni a Danna nevet. Kétenne. Úgyhogy ja, jól van egy. Ne, és tudja! Yes! Yeah, bitch! Ennyi. Valami rém lett halványan, tudod. Ezt nem is tudtam. Ja, tök durva. Ezt a volt barátom küldte, hogy nézd már, lehet anyakönyvezni a neved. Kösz. Oké. Most meg felveheted. Mondom, jó, nem akarom. Túl sok iratot kell átiratni. A Della sokkal szemlői név. Bizsd a Dellát. És így kijön a csaj. Szia, Tita, fiú. Bizsd a Dellát. És így kijön a csaj. Teljesen beolajozó az egész teste. Amúgy ki az, aki olyan nevet adna a gyerekének, hogy Della? Na jó, mondjuk a másik, néztem valamilyen hülye műsort, és a csajt úgy hívták, hogy Diamond. Amerika. Just American Things. És a csajt Diamondnak hívták, és így mondta, hogy hát már nagyon elege van abból, hogy mindig megkérdezik, hogy striptease táncos-e. Nyilván meg fogják kérdezni. Nekem is ez volt az első gondolatom. Ilyen néven csak stripper lehet. Szóval azt mondják, a név kötelez. Szóval sose nevezzétek el a gyereketeket. Tájmonna. Egy X mondtam ki helyesen, és megjegyzi, senki nem szokta, úgyhogy ez most jár. Ó, igen! Látjátok? Egy kis memória. Zoli, nagyon szépen köszönöm a csírt. Köszi szépen az 1000-es csírt. Ennyi. Majdnem azt mondtam, hogy mi ázsiaiak, egyezzük meg egymást nevét. De én ugye nem vagyok ázsiai. Köszi szépen, Zoli. Máshol is hívják Diamondnak lányokat, tapasztalatból hallott a haverom. Ezt mondom, hogy ne hívják Diamondnak, a Candynek, akkor Carmelnek. Ne hívjátok Krisztálnak, na a Krisztál az kurva név, bocsánat, az nem is stripper név. Hey Krisztál, mint a peskő. Nem, mi az? Arthur Picsahuszár Freeman. Egybe kell mondani, mint Conan Barber. Én vagyok a leholt, no hajnevű strici. Üdvözlöm, Mr. Lenyolt, hogy nem, a lenyolt haj nevű strici. Én is ezt mondtam, lenyolt haj. Nem, a lenyolt haj nevű strici. Egybe kell mondani, mint Conan a Barber. Pálilonka, pálinka. Ja, oké. Okay. Az Ivetnek is hallottam már az Inka becenövet. Az egyik ismerősöm Ivet, és ő Inkának hívatta magát. Pont ebből kifolyólag. Sőt, ha jót akarsz, akkor Luca nevet is mellőzönt, mert olaszul Luká, és az biz a férfi név. Szerintem azzal nincsen gond. Rumli bátyja, nem rokon. Szeretem azt a sorozatot. Van pár nagyon jó poénjuk. Van pár jó, nagyon jó poénjuk például. Például ugye, ha jön a pisa, akkor arrébb állsz. Nem várod meg, hogy lepisáljanak. De Lukrécia lehet. Lukrécia! Úgy hívták a cicát, nem? A fragban Lukréciának. Úgy emlékszem. Rögtön csak gyors, eltöröm a szomszéd kezét. Jó? Hajrá! Rengeteg sok klip van Storm, de ha segít, PUBG volt. És ugye PUBG-zni csak régen PUBG-ztam. Akár ez most tényleg jól esett, a főnököm nem tudja megegyezni, pedig neki kb. Hetente mondom. Örülök, hogy jól esett. Megnézném veled egy sisa mellett. Ez nem így működik. Ez nem így működik! Hárjatok egy fél pillanatot. Mi? A nővéremnek képzeljétek el, haza kellett mennie. Haza kellett mennie a nővéremnek anyuhoz, mert nyitva hagyták éjjel az ablakot, és a közelükben kigyulladt egy raktárépület. És olyan büdös volt, hogy nem lehet elviselni, és szar a nyilászárójuk is, minden szag bemegy rajta. Az nagyon durva amúgy. 100 tűzoltó volt kint oltani. Ah, igen. Az a raktár, Kerepesi. És hát annyira nincsenek közel amúgy. Csak pont arra vitte a füstöt a szél. Pont abba az irányba. És így reggel 6-kor hív, hogy nem tudunk megmaradni itthon. Mondom, jó van akkor. Úgyhogy ja. Elég büdi fűtaxi raktár égésének szaga. Várjatok, elrakom a zongit. Szóval ezt még egyszer át kell festenem, látjátok? Kicsit olyan sárgás maradt. Sárgás maradt egy kicsit a hajam. Ott azt még egyszer átfestem ma. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. De majd csak este. Kitartás nekik? Hát, hazamentek anyuhoz. Ott nincsenek szagok, tudod? Annál vannak. Majd kiszellőzik a lakás. Majd kiszellőzik, csak ugye a gyereknek nem... Ugye ki tudja, hogy az ilyen füstökben mi égett el a raktárban. Ugye azt hiszem a tető kezdett el égni. Ugye most az kátrányos, akkor van egy csomó káros anyag abban a füstben, és a gyereket nem akarták kitenni ennek. Amúgy, ha más nem hozza szóba a popcorngép, a mikrós meg maradjon a pornépén. Szóval ez úgy volt. Úgy volt, hogyha bemész egy kínai üzletbe, és meglátsz egy csoki szökőkutat, ne vedd meg a popcorngépet. Igen. Ha bemész egy kínai üzletbe, hogy vegyél körit, és meglátsz egy csoki szökőkutat, ne vedd meg a popcorngépet. Nem tudom megmagyarázni, de ez volt. Ez volt az események lefolyásának időrendi sorrendje. Az azbeszt meg megbetegít. Igen. Szóval ezért is mentek haza, hogy ne azt szívják be. Akinek meg nincs tüdeje, az ne szivadrozzon. Ja. Szóval, ja. A szivar az büdi. Már nem mindegyik. Jó fajták nem büdik. Jó fajta szivarok nem büdik. De a szivarka az nagyon büdi. Ezt nem tudom, mennyire vágjátok, van az a szivarka. Fúj. Úgyhogy a nővére még mentek haza, szegények. Kora reggel. Szia, Gidella! Vesztettem el a türelmem. A legrosszabb, hogy ezt a kertestárt is így tisztán hallom, hogy mit mond. A szomszédtól. Tudod, mennyibe került az a csökkös szökőkút? Pont be lehetne ide üzemelni, nem? Csoki szökőkutad is legyen akkor már. Érthető. Egy csoki szökőkút elég menő lenne. Szóval köszi szépen a donétet. Köszi szépen. Azért segítek be. Tudod, mennyibe került az a csoki szökőkút? Azt hiszem 24 000 volt. Egy csoki szökőkút 24. Amúgy nem is olyan sok. Mondjuk nem olyan nagy csoki szökőkút. Chocolate Fountain. Ennyiért még nem jár hozzá csoki. Az a durva. Ennyiért még nem jár hozzá csoki. Amúgy izomlázam van. Képzeljétek el. Hétvégén. Ki volt már dühöngőben? Ki volt már dühöngőben? Nagyon állat. Baseball ütővel szétverni. Tévéket. Üvegeket. Monitorokat. Üvegeket dobálni, üvegekkel. Telefonokat szétverni. Ah, de jó volt. Nem, dühöngő. Dühöngő. Ilyen szoba, ahol törhetsz, úszhatsz. Láttam a képet, és nagyon tetszett, én így lettem. Nagyon állat volt. Olyan jó érzés volt, és ez a... Amikor fogod a nagy LED tévét, amit el sem bírsz, és hozzávágod pár vodkás üveghez. Az egy jó érzés. Szia, töltött káposzta, hello, hello. Az egy nagyon jó érzés, főleg, ha nem bírod el. Úgyhogy egy kicsit annyira vandálkodtam, hogy izomlázam van. Ez a 6. kerületben. A nyugatinál majdnem. Csak én nem fizettem érte, hanem kértek, hogy segítsek be a házfelújításba, és először le kell mindent verni. Ja, hát itt is az volt. Fú. Fú, de szar volt. Úristen, de utáltam szétverni ezt az egészet. Itt minden egyes bútort. Fúra be volt rendezve ez a lakás. Minden egyes bútort nagy kalapáccsal szétvertünk lapjaira. Mindent. Mindent. Aztán csempét is bontottunk. Aztán betonpadlót is bontottuk. Úgyhogy itt is az volt, de a dühöngőt jobban élveztem, mert azután nem kellett takarítanom. Az sokkal jobb. Szia, Viper! Hello, hello! Mindig örülök, amikor látlak. Ah, köszönöm szépen. Amúgy nem rossz felújítani, főleg amikor már látod a progresszt, hogy szépül, épül, és nem neked kell csinálni. Ugye főleg nem neked kell csinálni őszt. Bár a festést azt élveztem. Festeni jó, mert a csupasz falaknak így életet adsz. És látod, hogy a csupasz falak alakulnak. Jó, nyilván, hogyha fehérre fested, akkor... De akkor is van egyfajta érzet, mert nem simán az a glettelt fal marad. Anyukáminknál nagyon-nagyon csúnyák a falak, csúnyán glettelték nekik annó, és nem is csináltatták meg. Van kép a dühöngőről? Még videófelvétel is van róla. Konkrétan még videófelvétel is van a dühöngőről. Két melléklet, hogy lehet letölteni ezeket a mellékleteket? Aha, itt lesz. Le is töltöm. Letöltés mindenképp. Azt arra jó lesz. Kettőt is letöltjük. Szóval letöltés. Két kameraszögből vett a kamera. Publikus? Persze! Délután 4-től csajozó stream, így van. Tegnapra amúgy cseréltem a gépbe, és nem mutat semmit. Hogy a HDMI jó van bedugva, valaki tud segíteni? Mi nem mutat semmit, de amúgy ja, a DC tech kérdése. Ott biztos, hogy lesz valaki, aki segít. Miért ezek a telefonon? Oh. A monitorom nem látok semmit. Próbáld meg. Rendesen bepattantak a ramok amúgy a helyére? Szia Marci! Hello, hello! Nézzük, hogy a ramok teljesen bepattantak el helyére. Illetve ABAB vagy AABB az alaplapodon a ram. És dupla ramot raktál be, vagy csak egyet. Nem mindegy, hogy melyik slotba. De ja. Na, várjatok, nézem, hogy letöltötte. Még gyorsan megmutatom. Belemutatok a videókba. Megtalálom, hova mentettem le. Ez az. Hang nélkül van. És sajnos nem a legjobb minőség. Azt mondja, hogy Window Capture, VLC. Á, és nem mutatja a VLC-nek a képét. Ófák. Ne, miért nem látjátok a VLC-nek a képét? Ripperóni. Még egy olyat bepróbálhatunk. Hogy láttok esetleg egy képernyőképet. Hoppá! Nem ezt! A másik kijelzőt. Nagyon jó. Igen. Itt látszódik. Küld nekem MSN-en. Az vagyok én, hogyha nem tűnt volna fel. Béna vagyok. Ott az egy billentyűzet, tévé. Rosszul kezdődik. Csibú! Hello! Csibaster just subscribed. Már 3 hónap Danna Buksimi. Nem vagyok elég dühös. Ó, oh, Csibú, köszönöm szépen a 3. hónap feliratkozást. Köszi szépen, 3 hónap! Gyűlnek. Meddig voltunk? Kb. 35 perc. De nézzétek meg, milyen rendben volt a szoba, amikor bejöttünk. Ez egy hatalmas tévé. Tudjátok, az a kőkorszaki tévé. És így elkezdtem baseballütővel az előrelátó Padix LED TV-t kapálózó pacsoknak. Hozzávágtam, ez volt az első, hozzávágom a földhöz, és így visszapattan nekem. Szóval ez így érdekes volt. Figyelj, ott! Woo! És visszapattant anyád. Mondom, mi a szar? Mondom, mi a franc? Megpróbálom megütni. Figyelj, baseballütővel. Semmi. Roholgök rajta, hogy nem tudok egy üveget sem eltörni. Ó! Oh! Ó, ott a monitor! Buzi járhat, és így ütöm a monitort a picsába, tudjátok. Ú, ez jó. Merjetek, hol van, amikor tévével dobom meg az üvegeket? Megkeresem, amikor tévével dobtam meg az üvegeket. Hopp, az volt az? Aha, itt van. Ja nem, ezt nem én dobtam. Kapják. Hát na, nem lehet olyan rossz azért takarítani. Ja de! Szia Teó! Kurva jó. Szerintem zseniális. Ez a monitor pusztíthatatlan, srácok. Ez a monitor elpusztíthatatlan konkrétan. Figyeljétek, itt dobom meg! Itt dobom meg az üvegeket monitorra. Hány percnél van? 23, 26. Jó. Ez új! Ez teljesen új, Teó. Ez múlt heti szerzemény. Szia Gaming! Ki gyártotta azt a monitort? Jó kérdés! Jó kérdés! Jaja! Figyeljetek! Nem! Azt a monitort nem lehet elpusztítani! Az ott, az egy feszítővas, srácok! Az egy feszítővas, és nem pusztul el az a monitor. Egy kicsit látszik a képernyője, hogy be van ütve, de még a képernyője se jött ki, és be sem tört a képernyője. Csak mondom. Úgyhogy, ja. Mi választhattuk zenét, hogy mit szeretnénk. Nagyon fasza volt, élveztem. Ez egy tök jó dolog volt, srácok. Na jó, viszont most megyek, és akkor találkozunk délután. És megtanulunk csajozni, jó? Sziasztok, pápás! Délután, Tali!